Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok. A mai Banyhádi Naplóban egyfajta keresztmetszetét adjuk az idei Tarka Marha Fesztiválnak. Jubileumot ünnepelt a Tarka Fesztivál. Fókuszban az állattenyésztés. Minden korábbinál többen neveztek a gasztronómiai versenyre. Nagy sikerű koncertet adott Bonyhádon a Bagosi Brothers Company. Az idei esztendő a 20. volt a sorban, amikor Bonyhád megünnepelte a Tarka Fesztivált. Ahogy Filóné Ferenc Ibolya fogalmazotta, a rendezvény nem csak a város, de a völgységben élők ünnepe is. Megtisztelő számomra és még inkább örömteli, hogy újra itt állhatok ezen a színpadon, abból az alkalomból, hogy megnyitjuk az Országos Agrárfórumot, és ezzel együtt a 20. jubileumi Tarka Marha Fesztivál. Ezekkel a gondolatokkal vette kezdetét az idei programsorozat. Az elmúlt évek a Covid miatt lehetetlenítették a völgységiek számára oly fontos eseménysor megrendezését, így aztán külön izgalommal készültek a szervezők arra, hogy újra életre keltsék a hagyományt. Ez az első lehetőségünk az idei esztendő, amikor korlátozások nélkül újra megszervezhetjük Bonyhád városának a legnagyobb gasztrokulturális rendezvényét, a Tarka Marha Fesztivált. Én ennek szívből örülök, és annak is, hogy a pénteki napot hagyományosan, mint minden évben, az Agrárfórummal, a hivatalos szakmai programmal kezdjük. Ennek a megnyitójára gyülekezünk most éppen, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Nagyon sokat dolgoztunk, sokan azért, hogy ez a hétvége jól sikerüljön. Bízom benne, hogy mindenki talál magának olyan programot, ami a kedvére való. A két év kihagyás egy nagyon nagy felfokozott várakozást is jelent. Ezt lehet érezni a levegőben, a beszélgetésekben, az utcán. Mindenhonnan nagyon sok biztató és kérdező, érdeklődő telefont és kérdést kapok a városlakóktól, sőt még a környékből, a völgységből is, hiszen tényleg mindenki nagyon várja már ezt az eseményt. Bízom benne, hogy mi mindennek tettünk annak érdekében, hogy jól sikerüljön, hogy ez így is lesz. A fesztivál alapvetően abból a szakmai fórumból nőtte ki magát, mely 4 esztendővel előzte meg a Bonyhádiak gasztrokulturális program sorozatát, és amely arra volt hivatott a kezdetek óta, hogy az ágazatban dolgozók napra kész információkat kaphassanak. Az ötletgazdák eredetileg is úgy gondolták, hogy ha már van egy ilyen szakmai tanácskozás, akkor az valahogy egészüljön ki azzal, amit egyébként a magyar ember szeret, az evéssel, ivással, azzal a szórakozással, ami egy ilyen nyári fesztiválnak a sajátja lehet. És nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan civil szervezet, mint a Magyar Tarka Tenyésztők Országos Egyesülete Művelődési Központtal és az önkormányzattal közösen életben tartotta ezt az eseményt, és már olyan nagyján nőtte ki magát, hogy nem csak a városban, hanem a környékben, a völgyben, sőt annál messzebbről is érkeznek hozzánk fesztivál látogatók. Szerintem ez példaértékű. Az Egyesület ugye a rendszerváltáskor 89-ben alakult, 33 éve, és 24. alkalommal kerül megrendezésre a szakmai fórum, az az Országos Agrárfórum, amiben minden évben olyan témákat hoznak ide a gazdák számára, ami érdekli őket, ami a mindennapjaikat segíti a munkájukat. A fesztivál létrehozásával szerettünk volna annak idején ráirányítani a figyelmet a völgységre és Bonyhádra, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. És ezen belül is a bonyhádi tarka marhára, vagy tájfajtára, amelyet a német telepesek, az itt talált őshonos magyar fajták, illetve behozott német tehén típus alakítottak ki, és ebből jött létre a piros tarkának egy ilyen bonyhádi fajtája. Ez a rendezvény egyrészt gasztró jellegű, hiszen holnap több százan, de hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több ezeren találkoznak itt délután, és főznek együtt, és nyilván a bonyhádi tarka marha húsát felhasználva főznek pörköltételeket, illetve sült húsokat, akár mircset vagy csevapot, tehát minden, csak az a lényeg, hogy ebből a húsból legyen. Másrészt pedig nyilván ez egy kulturális jellegű fesztivál is, ahol két napon keresztül a helyi együttesek is be tudnak mutatkozni, de népszerű, országos népszerűségnek örvendő együttesek is fellépnek. Miközben a teremben a szakma a jelen és a jövő tapasztalataidól és lehetőségeidől értekezett, a téren már elkezdődtek az előkészületek. A Tarka Fesztivál egyik állandó programja az ökörsütés. Ezúttal két állat is forgott a nyáson. Mi tegnap délután 5 óra óta itt vagyunk, akkor hozták ide az állatot, akkor felraktuk a rudra, és akkor elkezdtük bepácolni, fűszerezni,
befóliázni, és este 11 óra körül elgyújtottuk a tüzet, és máma már 12 óra lesz nem sokára, ugye? Úgyhogy 12 óra minimum a sütési idő egy ekkora állatnak. 10 kiló só kell durván egyhez, még só, paprika, bors, fokhagyma, étolajjal kenjük be a fokhagymát, és akkor arra rátapad a paprika meg a bors, és utána be tudjuk csomagolni. Kívül belül be van fűszerezve, injektálva van bele a sólé, úgyhogy mindenhol a legvastagabb részeken is megkapta azt a mennyiséget, amitől kellemes ízt kapunk, mert magyar ember nem nagyon eszi meg, ami sótlan hús. Közel 1600 adag sült marha került a tányérokra, akkor a délutáni órákban. A Tarka Marha Fesztivál szombati napján bemutatták Bonyhádon az azonos nevet viselő fotópályázat idei legjobb 85 alkotását. A szervezők 2 évtizeddel ezelőtt írtak ki először pályázatot olyan amatőr és profi fényképészeknek, akik szarvasmarhákat örökítenek meg. Idén 3 országból több mint 350 alkotás érkezett be. Kettő évvel és 2 évtizeddel ezelőtt hirdették meg először a Tarka Marha Fesztiválhoz kapcsolódó fotókiállítást. A kiírás azóta sem változott, azt szerint a beküldött képeknek szarvasmarhákat kell feldolgozniuk. Jó magam voltam az ötletgazda, mert volt Magyarországon egy olyan fotópályázat, amely a juhokkal foglalkozott, és úgy gondoltam, ha már itt a Tarka Fesztivál, aminek a szarvasmarha témája, akkor kipróbálhatnánk ezt a témát fotópályázatban. Így indult. Minden évben ilyen 300-400 közötti pályamunka érkezik, aminek mi mindig nagyon örülünk, és én mindig rácsodálkozom, hogy hogy lehet évről évre újat hozni ebben a témában, de mindig, tehát most is nagyon jó képek érkeztek. Idén 49 pályázó 353 képet küldött, és 85 került most ki a falra. Ezt nyitjuk, és augusztus végéig tekinthető meg maga a kiállítás. Az elmúlt több mint 2 évtizedben nem csak a technika fejlődött, hanem a pályázók látásmódja is folyamatosan változik. Eleve ugye a fotó az egy ilyen nagyon szubjektív dolog, hogy ki hogy lát, és hogy más ugyanazt látja, tudunk-e olyat mutatni, ami érdekes egy fotóban. De lekövethető valóban, hogy hogyan változik a technika, hogyan változik a látásmód, akár a fotózásban a divat, tehát hogy mennyire nyúlunk bele egy képbe és milyen módon, ez is változó. De azért hozzáteszem, hogy a jó kép az attól jó kép, hogy érzelmeket vált ki, hogy valamitől különleges, akár hogy más évszakban mutatja be a szarvasmarhákat, akár csak egy nagyon más környezetben kiragadva egy részletet, tehát lehet érdekességeket belecsenni, de ez nem feltétlenül technika kérdése, tehát én azt mondom, hogy esélye mindenkinek van, az amatőröknek is, és én biztatok mindenkit, hogy pályázom minden évben. Minden évben küldenek Erdélyből, Romániából többen pályázatot. Szlovákiából talán másodszor érkezett most pályamunka, és volt olyan év, amikor testvértelepülésről is jött, most onnan nem, de az a lényeg, hogy minél több helyről jöjjön, mi ennek örülünk, és hogy Tolna megyéből is érkeznek mindig, most is érkezett Bonyhádról is, Szekszárról is, és ha jól emlékszem, Fodról is. A zsűri tagjainak tehát több száz képet kellett elemezniük. Ilyenkor hagyomány, hogy az első 3 legtöbb pontot kapó fotós díjazzák, valamint külön díjat is kiosztanak. A képzeletbeli dobogó 3. fokára ezúttal egy a pályázaton első alkalommal indult hölgy állhatott fel. Vicces a története, mert pont a cipőfűzőmet kötöttem be, és az érdekelte őket ennyire, és akkor kaptam elő a zsebemből a telefonomat, és úgy készült el. Szeretem őket nagyon, tehát alapból közel állnak a szívemhez. Nyilván mást is fotózok egyébként, mindemellett a fotózás az csak egy hobbi nálam, de foglalkoztat a kérdés, hogy kitanuljam. A zsűriről érdemes néhány szót ejteni, abban ugyanis a kezdetek óta jelen van Szabó Béla fotóművész, Máté Réka újságíró, valamint Füller Imre, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének korábbi elnöke is. Volt egy év, körülbelül 10-12. Évben, amikor nem érkezett be 300 fotó, csak 298, és akkor na talán akkor lehet, hogy ez is kifullad, gondoltuk,
és aztán a következő évben több mint 400 jött, és azóta minden évben 350 környékén érkeznek be a fotók. Az elején ugye engem azért kértek, hogy szakmai szemmel nézzem a fotókat, és hogyha végignézzük, akkor eljutottunk odáig, hogy nincsen a fotókon lefelezett állat. Tehát, hogyha távolról készítenek a legelő gulyáról képet, vagy az állatokról, akkor nem úgy van, hogy az egyiknek belóg a feje, a másiknak meg hiányzik a farka, hanem minden fotón teljes egészében rajta van minden állat. Tehát megtanulták elvágni a képet, vagy úgy megcsinálni az exponálást, hogy az egész állat legyen. És az a szituációk, tehát észrevették azt, hogy hogy nyalja például az orrát, vagy hogy csipegeti a nyüveket a madárka a bivajok hátán, vagy a béka éppen, hogy ül a szarva között a fején. Tehát ilyen érdekes pillanatokat is elkaptak, vagy például az idei Magyar Tarka Egyesületi külön díjas, ahogy a pásztor a borjúval együtt alszik a legelőn, vagy pihen. Tehát nagyon jó fotók vannak tényleg, úgyhogy nehéz dolga van mindig a zsűrinek, és nagyon magas mindig az átlagpontszám, ahol ugye meg kell húznunk a határt. Sajnos meg kell húzni, mert maga a kiállítóterem akkora, hogy ilyen 80-90 közötti fotó fér el, és akkor mindig egy ponthatárnál húzunk egy vonalat, és akkor ami a fölött van, az kiállításra kerül, úgyhogy most 85 fotó került kiállításra. Maga a Tarka fotópályázat nem csak a Magyar Tarkáról szól, hanem minden szarvasmarháról, szarvasmarha élőhelyéről, környezetéről, így írjuk ki minden évben a pályázatot. Egy időben nagyon sok bivaj fotó érkezett, hiszen azok ugye dagonyáznak, jól néznek ki, vagy a szürkék is ugye a nagy szarvukkal jól néznek ki, és elég sok díjazott is volt másfajtákból. Az idén meg, hogyha megnézzük a díjazottakat, akkor a kétharmadik helyezett nem magyar tarka, az összes többi az az lett. Igazán sajnálom, hogy kameráink illatokat nem tudnak közvetíteni. A Tarka Marha Fesztivál szombati napján ugyanis mennyei pörköltek készültek a Bonyhádi kaszinó téren, amiknek a kellemes gőzét valamennyi nézőnknek éreznie kéne. Szombaton is minden a szarvasmarháról szólt Bonyhádon, ezúttal viszont a nemes állattal elsősorban bográcsokban találkozhattak az érdeklődők. Ekkor rendezték meg ugyanis a fesztivál hagyományos főzőcske nevű gasztroversenyét. Hogy készül, kérlek szépen, marha meg van főzve, utána megy a disznó, paprika, só, fokhagyma, paradicsom, bors, mit mondtam még? Ja, meg pörkölt alap. A marha disznó vegyes pörkölt több társaság asztalára került a nap végére. Voltak viszont, akik igazi különlegességekkel készültek az ilyenkor hagyományos főző megmérettetésre. Az egyik standnál például argentin ragút főztek. Egy kicsit a hagymát megdínszteljük paprikával együtt, ráraktuk a marhát, paradicsommal, paprikával, hagymával, mindennel együtt elkezdtem főzni, és akkor ez csak így fő magától, úgyhogy semmi különös. A helyiek már nagyon hiányolták a járvány miatt utoljára a 3 éve megrendezett fesztivált. Ez egy nagy találkozás, ilyenkor összejönnek a családok, ugye mi is nagyon sokan jövünk ide. Ilyenkor látom itt a fiatalok is, az én korosztályom is körbenézek, azért elég sokan vagyunk, akik ismerősök is, meg ilyesmi. A profik természetesen a mérnöki precízitást megszégyenítő módon készítették a tányérra valót. Lesz benne csülök, 30-70%-ba marhával, van benne oldalas, meg marhalábszár, igazából vörösborral fog készülni, tehát a végén lesz benne egy vörösboros alap, igazából só, bors. Nem tűzkezdőnek. Nem. Igazából. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle a végén igazából. Hányan jöttetek? Mi az, amit tudunk? Hát nem tudom, milyen 20 fős társasággal jövünk. Jöttünk, mert még jönnek a többiek, ugye várjuk őket, ők csak enni jönnek szokás szerint. Úgyhogy hát reméljük a legjobbakat, meg hát mindenkinek kívánjuk azt, hogy jó legyen a főzésük, meg hogy nyerjenek. A
Voltak csapatok, akik még a díszletet sem bízták a véletlenre. A Marhajók néven indult baráti társaság tagjai például a receptet rímekbe szedték, hogy minél nagyobb sikert érjenek el. A valljuk be, mennyei pörköltjükkel. Ma egy marha pörköltet készítünk. Marhából lesz, nem tévedtünk. Egy nagyon fontos összetevő, jó vörös bor a megfelelő. Összevágjuk a húst kockára. Lassan kipirítjuk a zsírjára. Dúsítjuk hagymával, paprikával, sóval, borssal, meg mi egymással. Míg kevergetem az ételt, iszogatom, mint borász présel. Szeretik a tika meggyet, na gyere zsíri, együnk egyet! Két héttel ezelőtt, hogy álljunk bele és főzzünk egyet. Így van. Ez az első főzésünk, itt a Tarka Marhán. Elég sok szakácsunk van, mindenki, sok nemzetiségből állunk össze, és így mindenki, amit otthonról hozott, azt így belesúvassza a bográcsot. Milyen eredmény ellenétek elégedett? Az első! Bonyhád polgármestere szerint az idei Tarka Marha Fesztivál vonzerejét a kulturális és gasztronómiai élmények mellett éppen az adja, hogy ilyenkor egy kis időt újra együtt tölthetnek az emberek a rég nem látott családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. A Tarka Fesztivál időpontja és programjai azok egy olyan fix pont az évben, amikor mindenki hazajön. Hogyha máskor nem, legalább a fesztiválkor találkozzanak régi barátokkal, ismerősökkel, a családdal, és ez teszi igazán erőssé és a közösségeket erősítve a rendezvényt, és ezért van ez a nagyszerű hangulat. A fesztivált rendszeresen látogatók már nagyon ki voltak éhezve a Völgység legnagyobb nyári rendezvényére. Az első és második napon is, ha lehet ilyet mondani, teltház mellett zajlottak a programok. Nagyszerű első napon vagyunk túl, és most már ugye a másodikat is megkezdtük. Szerintem teljesen természetes, hogy mindenki nagyon várta, hiszen ez a legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye a városnak, és 2019-ben tudtuk utoljára korlátozások nélkül megtartani. Lehetett volna koncertet, illetve egyéb eseményt rendezni a járvány alatt is, de csak megszorításokkal, különböző olyan intézkedésekkel, amelyek korlátozták volna mindenkinek a részvételét, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem szeretnénk. Ezért megvártuk azt az időt, azt az alkalmat, amikor újra lehet minden korlát nélkül ilyen fesztivált szervezni. Eljött ez a nap is, illetve a tegnap is, ez a hétvége is. Nagyon örülök neki, mert nagyon jó időnk van. Igyekeztünk olyan programokról gondoskodni, hogy minden korosztálynak kedveskedjünk, a legkisebbektől az idősebbekig. Tegnap délután is olyan fellépőink voltak, akik minden korosztálynak jó szórakozást nyújtottak. Este nagyszerű bulival zárult, inkább az éjszaka, így mondom. És ma meg folytatjuk ugye hagyományosan a főzőcskével, ami délután 2-kor rajtolt. Nagyon sokan neveztek, talán ilyen sokan még rekordszám, még nem is jelentkeztek a közös főzésre, ami ugye alapvetően a magyar tarkából való ételeknek a versenye, de ha csak egy jó közösségi program, akkor is a verseny nélkül is azt gondolom, hogy egy nagyszerű kiegészítő eleme ennek a hétvégének. A Tarka Marha Fesztivál háromnapos programsorozatának ideje alatt összesen több tízezren fordultak meg a Völgységi Városban. Bonyhádon az idei Tarka Marha Fesztivál sztár fellépője a Bagosi Brothers Company volt, akik zenéjükkel megtöltötték a templom előtti teret. A közönség egyenként énekelte velük a népszerű dalokat, a székelyföldi fiúkkal a koncert előtt beszélgettünk népszerűségről, jövőbeni tervekről. Olyan bűn, hogy megállt a szívem talatán, mégis olyan ember. Egyként énekelt a bonyhádi közönség a Bagosi Brothers legismertebb számát a múlt hétvégén megrendezett Tarka Marha Fesztiválon. Magyarország egyik kedvelt zenekara hatalmas sikert aratott a hazai közönség előtt. A koncert előtt a fivérek adtak interjút nekünk, akik elmondták, örülnek, hogy ilyen sok helyre hívják őket. Talán ebben az évben most egy picit lazább, visszavettünk egy picit. Voltak olyan évek, amikor így évi száz környékén koncerteztünk, vagy többet, vagy kevesebbet. Úgyhogy az idei ez pont az, hogy így pihenni is van idő, magunkra is van időnk, és emiatt azért sűrű, de pont annyira, amennyire ezt a lehet. Hétfőket, szerdák, azok szabadok. Úgyhogy azokat, igen, zenész hétvég, azokat próbáljuk kihasználni kreatívan. Tiszt ez az érzés,
más úgy, de te is akar. Ez a rendbontás most olyan éves, hogy egy életkezés. Igazából tervezünk. Dalokat írunk, klipeket próbálunk forgatni, vagy kitaláljuk kreatív dolgokat, ami a zenekar mellett még működnek. És hát a családdal vagyunk. De Norbi pálinkát is főzöm, úgy igen. A sok koncert mellett a srácok törekednek arra is, hogy feltöltődjenek. Na, odafigyelünk arra is, persze, abszolút vannak olyan időszak, amikor megyünk, és nyáron is kihasználunk azért egy-egy hét elejét erre, mert szükséges a feltöltődés, azért tényleg 3-4-5 koncert nap után szükség van arra, hogy egy picit, nem tudom, olyan atmoszférát szívjon be az ember, ami nem csak a színpad. Bármelyik városban is lépnek fel, szinte felrobban a közönség, ha rázendítenek az egyik legnépszerűbb dalukra. Az olyan ő egyértelműen az a dal, amire mindenkinek felcsendül a szíve és a hangja is, de tényleg alapvetően hál' Istennek a koncertünk szinte teljes egészét éneklik velünk együtt, és mindegyik dalnak megvan a maga hangulata, amit jól át tudunk adni, úgy érezzük a közönségnek, és ha kell, akkor lámpákkal világítanak, ha kell, akkor tombolnak, ha kell, akkor énekelnek velünk együtt, szóval egész végig egy jó kohézió működik. Arra, hogy miként élik meg a népszerűséget, azt mondták, mivel fokozatosan jött az életükbe, így teljesen természetes számukra. Igyekeznek meghúzni egy egészséges vonalat a magánélet és az ismertség között. Amikor mondjuk elkezdesz zenélni, és már 10 ember van a koncerted, de most relatív, akkor is népszerű vagy, csak egy nyilván a skálának egy másik fokán. Most sokkal magasabb fokán vagyunk, de mindig is valahol azért körül lenged bennünk ez a fajta érzés szerintem. Úgyhogy nem így villámcsapásként jött és hirtelen, hanem szépen megtanultunk vele együtt lenni, és annyira normális, hogy nem is tudom, hogy milyen lenne nélkül. Ritkán van olyan pillanat, amikor nemet mondunk, de az is inkább amiatt, mert hogyha tegyük fel, elmegyünk szórakozni közösen, jól érezni magunkat, és tudjuk, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol neki fognánk fotózkodni, amúgy főként Norbira igaz, hogyha neki fogna fotózkodni, akkor valószínűleg nem állna meg az a vonat, és akkor nem úgy tudnánk ott lenni, ahogy szeretnénk szórakozni, meg együtt lenni, hanem akkor az a telne az idő, hogy fotózkodik az ember, és beszélget más emberekkel, holott együtt. Tehát ilyenkor például szoktunk nemet mondani, de amúgy nem ez a jellemző. Szeptember végéig, amíg a fesztivál szezon tart, fellépésről fellépésre mennek majd. Ősszel is lesznek bizonyos koncertek, de alapvetően jövő évre tervezünk, jövőben lesz 10 éves a zenekar, és márciusban szeretnénk egy nagyszabású koncertet tartani Budapesten egyet, majd otthon nálunk Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson is, és hát rengeteg féle ilyen aprósággal meg extrákkal készülünk majd a jövő évben, amiről idén igazából nem szeretnék elárulni semmit nagyon. Meg idén vesszük fel a soron következő 5. lemezünket, úgyhogy ez is még az idei tervek között, de jövőben fog az is megjelenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!